You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Egy nagyon kellemes darab, egy film adaptáció, de egy Woody Allen film, a Jászlóujjú Szem, sokan láthatták. Azt mondom, hogy Woody Allen neve az mindenki számára ismerős. És az a Jászlóujjú Szem, ez az ő első nagy belépése a filmművészet színpadára. Összességében egy romantikus vígjátékról van szó, ami olyan jól hangzó, ezt szokták szeretni a nézők. Van benne szerelem, csalódás, megcsalás, szerelmi háromszög, önismereti tréning, mindez a Woody Allen által ismert humorba, iróniába, szarkazmusba pászolva. Tehát egy fergeteges játék, ami nagyon sokat lehet nevetni, de időnként úgy nevetünk, hogy önmagunkra is ismerünk benne. Én eleve nagy rajongója vagyok Woody Allennek, vagy ez a fajta humor és világra nézés nagyon közel áll a szívemhez. Én nagyon szeretem azokat a fajta színpadi műveket, és ez is ilyen, amire, hogyha beül a néző, akkor biztos, hogy egy percig nem fogja azt érezni, hogy nincs köze hozzá. Mindenkinek van köze hozzá. Igen, olyan kisemberi problémákkal foglalkozik, amit nincs ember, aki ne tudna azonosulni vele. És hát ez jelenik meg itt a színpadon, és itt van egy kisember, aki küzd a nőkkel, a nőköz való viszonyával. Ami rettentően mulatságos kívülről nézve, de pontosan azért, mert ő ezt rettentő tragédiának éli meg. És ezt olyan szép öniróniával csinálja, hogy a sírástól a nevetésig mindent lehet majd csinálni a nézőtéren. Tehát nem csak a szórakoztatásról szól, hanem bőven van mélysége, és mi is nagyon szeretjük csinálni, és az általában látszik. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by. Számomra most már az utóbbi 20-30 évben a színház és a filmvilág nagyon izgalmasan összemosódik. Itt nagyon adódik, tehát önmagától adódik az, hogy mivel itt filmről van szó, egy filmőrültről van szó, ezért a film folyamatosan megjelenik a színpadon. Nagyon érdekes szerkezete van a darabnak, mert van egy reális síkja a dolognak. Ezen belül az ő gondolatai folyamatosan pörögnek mindenfelé. El is mondom, így kezdem az első pár mondata a darabnak, hogy nagyon sokat fantáziálok. Mindenféléket kitalálok, és azt hiszem elég gyakran keverem a valóságot a fantáziámmal. Sokszor elképzeli azokat a szituációkat, amikbe aztán belekényszeríti magát. Ezek a helyzetek filmes megoldásokkal lesznek színpadra alkalmazva. Hát ugye ő imádja Humphrey Bogart. Igen, ez a macsó, ez az igazi férfi, aki viszkizik, akinek pisztolya van, aki mindig tudja, mit kell mondani, és ez az ő mentora. És ez a mentor a filmvászon jelenik meg, az ő fantáziája világából. Sokszor a dialóg úgy van, hogy élőben a színpadon beszélsz, és közben a felvételen egy bizonyos időpontban megszólal a másik replika. Tehát valójában az ő fejében zajlanak ezek a gondolatok. Ez azért nagyon izgalmas, mert kétféle Nancy-t kell megformálnom a darabban. Az egyik az, ami az ő emlékezetében él Nancy, és a másik, ami a valóság, ami meg egy kőkemény, nagyon szép prózai jelenet. Ez az első alkalom, hogy én itt vagyok. Egyik-másik színészt ismertem már korábbról, de dolgozni tulajdonképpen egyikükkel sem dolgoztam, illetve hát egyedül a Nancy-t játszó Dér Marusszal, aki a lányom. Hát ezért vele már dolgoztam, tehát őt ismerem. Rettenetesen örültem, amikor édesapám így felhozta ezt, hogy van-e kedvem velük dolgozni ezen, mert szerintem szuper csapat. És ilyen nagyon felszabadult a légkör, ami nekem nagyon fontos egy jó munkához. Itt valami jó dolog készül, azt hiszem, lekopogom, hogy így lesz. Nagyon örülök ennek a feladatnak, az most így megtalált. És remélem, hogy majd a közönség hasonlóképpen jól fogja érezni magát az előadás alatt.
Hát sokan megnézhetik azért, mert esetleg látták a filmet. Sokan megnézhetik a Woody Allen rajongók, de... Hogyha úgy szeretnének nevetni, hogy közben kicsit gondolkodni is kell, de nem azon, amit látnak a színpadon, hanem önmagukon. Hát aki arra vágyik, hogy egy kicsit kiszakadjon ebből a hétköznapos, splínes hangulatból, most egy kicsit úgy megterhel mindannyiunkat. Hogyha van egy önreflexiójuk, ha szeretik magukat boncolni, akkor mindenképpen jöjjenek el. Annyira szépen megmutatja az ember érzékeny oldalát is, és annyira együtt lehet vele érezni, hogy szerintem szívfacsaró. Egy picit önfeledten lehet szórakozni, magunkon, másokon, egymáson, és olyan felszabadítóan hat a személyiségünkre, én azt gondolom, ennek a darabnak a végkicsengése. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.